Március óta volt betöltetlen a kancellári státusz a Nyíregyházi Egyetemen a korábbi vezető Kvanc József lemondása után. Az intézmény még tavasszal kiírta a pályázatot, az Innovációs és Technológiai Minisztérium pedig bejelentette, Halkóné Rudolf Évát bízták meg a tisztséggel. Az egyetem igazgatási és humánpolitikai igazgatóságának korábbi vezetője 2023. májusáig töltheti be a kancellári pozíciót. Tudva levő, hogy a felsőoktatásban duális vezetés alakult ki 2014 óta, ami azt jelenti, hogy az akadémiai vonalat, tehát a tisztán alaptevékenységet, az oktatást és kutatást a rektor irányítja. Ennek a hátterét biztosító teljes körű működtetést, benne az üzemeltetés és a gazdálkodás pedig a kancellár irányítja. Tehát ennek az együttműködésnek a jegyében kért fel rektorasszony, hogy pályázzam meg. Megtiszteltetésnek vettem, és elgondolkodtam természetesen ezen, mert óriási feladat, egy kicsit más területre is ereznem kell, mint amit eddig csináltam, de amit eddig csináltam, az is benne van a kancellári feladatok ellátásában. Ebbe a feladatkörbe beletartozik a teljes körű működtetés biztosítása, az infrastruktúrális üzemeltetés, valamint a gazdasági irányok, az igazgatás szervezés és a jogi feladatok ellenőrzése. Halkóné Rudolf Éva elmondta, kezdetben egy teljes körű átvilágítás szükséges a hosszú távú fenntartás biztosításához, a következő években pedig a keleti régió vonzerejének növelésében is fontos szerep hárulhat a Nyíregyházi Egyetemre. Nagyon komplex és nagyon széles körű ez a feladatellátás, ez a tisztség, ez a magasabb vezetői pozíció. Tudjuk azt, hogy mind a város, mind a régió egy részletesen kidolgozandó gazdaságfejlesztési tervet készít, amihez már megkeresték az egyetemet. Örülünk, hogy szerepet vállalhatunk benne, és nem csak a szerepet vállalunk benne, hanem kötelességünk is ezt a szerepet betölteni, hiszen egy egyetem egy térségnek, különösen egy megyei jogú városnak mindig meghatározó tudományos, kulturális, és bízunk benne, hogy gazdasági szereplője is kell, hogy legyen. Halkóné Rudolf Éva hozzátette, országos tendencia, hogy csökken a hallgatói létszám, ez pedig a kisebb egyetemeket még érzékenyebben érinti. A vezetés célja, hogy az oktatás színvonala tovább emelkedjen, és a nemzetközi esítésnek is köszönhetően egyre többen jelentkezzenek a Nyíregyházi Egyetem képzéseire. Az intézmény a közeljövőben infrastruktúrális fejlesztéseket is megcéloz, a legfontosabb ezek közül a sportlétesítmények mielőbbi korszerűsítése.